Napi 1000 hordó kőolajat képes termelni a Turai kőolajkút, egy hordó pedig 159 litert jelent. Erre a kőolajmezőre 8 évvel ezelőtt találtak rá, és az első próbafúrás tavaly júliusban történt. Talán sokaknak ismerős a zene és a főcím, igaz, hogy mi most nem Dallasban vagyunk, hanem Tura környékén, ahol Magyarország egyik legnagyobb olajtermelő kútját nyitották meg, ami napi 1000 hordó olajat tud felhozni. Mielőtt azonban közelebb mehettünk volna a fúrótoronyhoz, egy balesetvédelmi eligazításon kellett részt vennünk. A legfontosabb az egyéni védőeszközök, hogy mindenki megfelelőt viseljen. Ugye hármat írunk elő a látogatás idejére, ez a cipő, a ruha, illetve a sisak. Ez mindenkin, ahogy nézem, rajta is van. Kesztyűt, illetve szemüveget abban az esetben használunk, hogyha a munkavégzés jelleg ezt megkívánja. Miután mindenki rendesen felöltözött, közelebb is kerülhettünk az olajkúthoz. Itt azt is megtudhattuk, hogy magát az olajmezőt 2016-ban találták meg, míg az első próbafúrások tavaly júliusban történtek meg. Egy lengyel alvállalkozó fúróberendezéssel, ez egy dízelelektromos berendezés volt. Már a fúrás ideje alatt folyamatos együttműködés volt a mólos kollégákkal, nagyon nagy mennyiségű segítséget és információt kaptunk tőlük is fúrással kapcsolatban is. A kútnak a talpmélysége 2400 méter lett. A fúrásokat végző cég azt is elmondta a radar stábjának, hogy mielőtt egy próbafúrás elkezdődne, legalább egy 10 éves megfeszített munkára van szükség. Több mint 10 éves munkafolyamatot körbelölő kérdés. 2016-ban sikerült megnyernünk a koncesziót, amiben erre a területre koncesziós igényt adtunk be, hogy elkezdjük a kutatásokat és a fúrásokat. És a munkaprogram során 2020-ban egy innenzett 3D szeizmikus mérést tettünk, ami azt jelenti, hogy megmértük, hogy hol lehet olyan képződmény a föld alatt, ami olajat tartalmazhat, és végül a fúráshoz tavaly nyáron érkeztünk el, amikor lemélyítettük ezt a kutat, és megtaláltuk ezt a hatalmas olajkészletet. Hazánkban egyre több olajmezőt találnak. Erről már az ország legnagyobb olajvállalatának kutatásért és termelésért felelős igazgatója számolt be a radar stábjának. Ez az olaj, ez nagyjából 2100 méter mélyről érkezik. Ott találtuk meg azt a gyakorlatilag tárolót, ahonnan az olajat a felszínre tudjuk hozni. Ugye ez azért is különleges, és ez a szépsége a kutatásnak, hogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy 2100 méter mélyen vajon lesz-e olaj vajolajában, vagy mennyi olajat találunk. Ez az oka is annak egyébként, hogy ha nemzetközileg világszinten nézzük a statisztikákat a kutatásban, akkor 3 lefúrt kútból csak 1 lesz sikeres, míg 2 gyakorlatilag találat nélkül zárul. Ezért is örülünk annak, hogy az első közös fúrásunk az Urgindivel már is sikerre vezetett. Egy literből ugye talán kevesen tudják, hogy a kőolajnak nagyon sok felhasználási módja van. Az egyik például minden műanyag, amit gyártunk, hogy minden műanyag, akár egy PET palack vagy hasonló, az kőolajból származik. Egy liter üzemanyagból talán nagyjából a feléből lesz üzemanyag, ebbe benne vannak a repülőtérekbe, vagy a repülőkbe használatos kerozin például, dízel vagy benzin, de nagyon sok vegyipari üzemanyagot is gyártunk, ami a műanyag gyártásban kifejezetten fontos alapanyag. Az olajtársaság ügyvezető igazgatója arról számolt be stábunknak, hogy azért is szerencsés a turai termelés, mert nagyon közel van a százhalombattai finomítóhoz. Minden szempontból sokat jelent, tehát egyrészt sok olajat találtunk itt Turán, ez a megkezdett, ahogy hallottatok, a Gödöllői medencében megkezdett programunknak egy újabb sikeres állomása. A vecsési programról beszéltünk 22-ben, most beszélünk a turai találatról, mi tovább folytatjuk a vecsési programot, és illetve a környéken úgy gondoljuk, hogy ebbe az úgynevezett paleogén medencében további lehetőségek vannak. Sok, mert 5%-át adja a hazai termelésnek, sok, mert itt vagyunk Százhalombatta mellett, és azon
azonnal bedolgozzuk a hazai finomításba és ezáltal üzemanyag gyártásba, és szintén nagyon sok, mert az OGD-vel a partnerségünknek az első fúrása is sikeres volt, és ezentől kezdve nagyon optimistán nézünk a további együttműködés elé. Az olajtársaság a jövőben Szolnok környékén tervez majd újabb próbafúrásokat végezni.